Szevasz, üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon. Ahogy látjátok, nem máshol vagyunk, mint itt kint, a szabadban. Igen, a szabadban, ugyanis nem máshova jöttünk, mint kenguruvadászatra, ugye? Ahogy a mai videóban lesz szó, te mondod, vagy én mondom? Te. Én mondom, a túlélésről végül is, hogy mit csinálj, hogyha elveszel, vagy mit ne csinálj, hogy igyál vizet, mennyit igyál. Ugyanis itt nálunk Ausztráliában, na várjál, felállunk, ugyanis sok a szúnyog, hiszed vagy nem, de sok a szúnyog. Itt vagyunk benne ezen az erdős részen, van akit kenguruk mögöttünk. Amint akartam mondani, itt nálunk Ausztráliában, hiszed vagy nem, de évente körülbelül 40 ember hal meg, azért mert eltéved. Ezek főleg inkább turisták, eltévednek, nem tudják merre kell visszamenni, nem találnak vizet. Úgyhogy a mai videóban erről szeretnék egy kicsikét nektek beszélni. Ezen kívül mi lesz? Nyereményjáték! Nyereményjáték! Szokás szerint most a végén. Nem is kérdeztem, de már megmondta, hogy a végén legyen. Ott megy a kenguru, nem tudom, hogy látod-e, ott. Látod? Ott ugrál körbe-körbe. Van itt amúgy sok kenguru. Ezek nem azok a nagy, például ott bent a fűbe. Látod? Mi más van? Kaka. Ja, kenguru kaka, mindenhol, össze-vissza mindenhol. Meg sok-sok szúnyog, meg bogár. Amúgy ezek nem azok a kenguruk, azok a nagy pirosok, amitől rettentően kell félni. Nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem, de pár hónap ezelőtt volt az interneten egy videó, hogy volt ez a nagy kenguru, fogta a kutyát, így megszorította, és nem tudom, mit akart fel csinálni. Oda ment a kutyának a gazdája, és elkezdtek ugye boxolni, az ember beboxolt egyet a kengurunak, és a kenguru ugye elment. Ezt a videót itt most meg tudjátok nézni. Először azt mondom, hogy sétáljunk egy kicsit tovább, nézzünk egy pár kengurut, filmezzek nektek egy pár kengurut, ugyanis még nagyon sokan kéritek ugye tőlünk, hogy menjünk ki a szabadba, filmezzek nektek kengurut, ugye ezt most meg fogjuk tenni, és közben beszélek egy pár dologról, hogy mit csináljál, mit ne csináljál, ugye, hogyha elvesztél, bár a legjobb dolog, hogyha nem veszel el, ugye, és akkor nincsen gond. Oda néz, Lukasz, nézd mennyi kenguru! Hello, hello! Mit csináltok? Az a baj, hogy hiába vagyunk oda hozzájuk közel, elmennek, ugyanis félnek. Egy kicsit oda mertünk közelebb. De amint közelítünk. Látod? Itt egy kis kicsike. Nem akar közelebb jönni. Akkor majd én megyek egy kicsit közelebb. Elment. Mondtam nektek. Rettentően félnek ezek a kenguruk. Amúgy mi sétálunk tovább. Sziasztok, jók legyetek. Majd jövünk visszafelé. Te nem? Nézd, az egy kicsit nagyobb. Úgy néz téged. De ahogy mondtam, ezektől nem kell félni, ezek nem fognak megboxolni, mert ugyanis többfajta kenguru van ugye itt Ausztráliában, és ezek végül is a kisebbek, mert a nagy piros kenguruk azok rettentő nagyok, és na elmennek. Mégis azoktól kell, nem az, hogy félni, de lehet, hogy megboxol, hogyha ugye közelebb mész hozzá, de azokat itt mi nálunk itt nem találod. Mi nálunk itt ezen az Ausztráliának ezen a részén ezeket a kengurukat találod, azok a nagy piros csakat, azokat máshol találjátok Ausztráliának részén. Na várj, próbálok nem mindenre rálépni, ugyanis nem csak a kenguruk, akire nem akarok rálépni, de a kígyókra se, ugyanis ugye rettentő sok kígyó van erre, mifelé. Na mit csinálsz? Gyere, menjünk tovább, mert megesz a szúnyog. Az a szerencsé, hogy befújtuk magunkat, és rám száll a szúnyog, de talán nem csíp meg. Nézd, itt egy kis kicsike. Megpróbálok hozzá közelebb menni, talán nem megy el. Látod? Ó, elmegy. Tehát, ahogy mondtam nektek, évente körülbelül mindig 40 ember hal meg azért itt Ausztráliában, mert eltévednek. Ezek jobbára a turisták. És hiszed vagy nem, de ezek a turisták körülbelül egy ilyen 50, max 100 kilométerre vannak a legközelebbi faluhoz, vagy kisebb városhoz. Nem tudom, hogy tudtad-e vagy nem, de nálunk Ausztráliában vannak olyan részek, ahol több 100 kilométeren keresztül nincsen semmi se. Tehát elindulsz mondjuk az autóddal, tegyük fel, vezetsz, és több 100 kilométert autózol, egészen addig még látsz egy benzinkutat, vagy egy kisebb város, vagy egy falut, vagy akármit. Tehát ezért is mindig mondják, meg ki van támlázva, hogy még mielőtt elindulsz, tankold meg az autódat, vigyél magaddal extra vizet, egy pár üveggel a biztonság kedvéért, vigyél magaddal benzint, és még mielőtt elindulsz, ez az egyik legfontosabb, nézed meg, hogy merre fogsz menni, ne menjél le a turista útról egyáltalán, ugyanis, hogyha lemész, ott a legegyszerűbb eltévedni. Tehát amint lementél a főútról, valószínűleg el fogsz tévedni, mert nem fogsz ugye visszatalálni.
Ezen kívül, hogyha tudod, mindig mondd meg valakinek, hogy hova mész, és mikor fogsz visszaérni. Hogyha véletlen valami gond van, tehát nem érsz vissza időre, akkor tudják, hogy elkeveredtél, és nem várnak rád, ugye, hogy majd jössz, és nem jelensz meg. Aztán, hogyha véletlenül lerobbanik az autódat sose hagyjad ott, tehát ne kezdjél el gyalogolni, ne kezdjél el futni, sehova se, mert ugyanis, hogyha nem térsz le a turista útról, ugye a rendes útról, előbb-utóbb valaki, egy autó jönni fog, és ugye segíteni fog neked. Lehet, hogy ez beletart egy órába, lehet, hogy 5 órába, lehet, hogy 10 órába, de előbb-utóbb valaki fog arra jönni, és fog neked segíteni. Közben én sétálunk tovább, de hiszed vagy nem, annyi szúnyog van, ugye Lukasz? Nem tudom te, hogy vagy veled, de rám szállnak, és én bespréztem magamat, a Lukaszt is, ránk szállnak, remélem, hogy nem csíptek meg, eddig még nem viszkelek sehol se, közben sétálunk, oda nézz ott a falat, mennyi kenguru van. Nézd, ott alszik a falat, ez egy ilyen nagyobb kenguru, aztán ott bent, kicsit próbálok ráközelíteni, oda nézzétek. Ott. Mikora van? Bár ezek mindig ugye alszanak. Közben nézek majd Kólát is, hogy hát, ha találok valahol. Na, figyelnek. Ó, oh, hello. Aztán itt ez a másik. Ez csak alszik ott. Vagy nézelődik. Bóbiskó. Mit csinál? Ott van benne a fa mögött. Hello. Mi? Kenguru, mi az, hogy mi? Oda néz. Ott, meg ott egy másik is, egy kisebb. Ott bent. Látod? Ja, szervusz! Na, elmegy. Bemegy oda-vissza az erdős részbe. Tegyük fel, hogy elvesztél, mert lementél a turista útról, vagy elbarangoltál, csak mi nézem, mire léptem, hogy véletlen kígyóra, ugyanis rettentően félek a kígyóktól. Véletlen elbarangoltál, elvesztél, ugye nem tudsz mit csinálni. Az első dolog, amit nem fogsz csinálni, Lukasz, te ne tudod mi? Ne pánikoljál! Ne pánikoljál! Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ne kezdjél el pánikolni. Ugye tegyük fel, most itt sétálunk ezen az erdős részen, oda bemegyünk, ugye nem megyünk le a turista útról, ahogy mondtam. Ugyanis, hogyha oda elkezdenünk bemenni, lehet, hogy eltévedünk. Eltévedtünk, fogalmunk sincs, hogy merre menjünk, és az ember mit csinál, ugye elkezd pánikolni, hogy most mi lesz. Ha elkezdesz pánikolni, ugye felmegy az adrenalin szinted, és elkezdesz veszíteni energiát, fáradt leszel, nem tudsz rendesen gondolkodni. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog. Ugyanúgy, mint a kígyó harapásra, hogyha megharap a kígyó, ne kezdjél el pánikolni, üljél le, és ugye gondolnád, hogy ugye mi fog történni, vagy mit fogsz csinálni. Aztán, hogyha van teád vagy kávét, azt igyál, ugyanis az ugye kicsit felpörgeti az agyadat, hogyha nincsen, akkor ugye vizet kell inni, hogyha ugye van vized. Hú! Közben lefújtam egy szúnyogot itt a kezemről. Nézd, ide értünk egy ilyen kisebb hídhoz. Látod, itt folyik át a víz. Mit? Átmegyünk rajta. Te, még az a szerencsé, hogy mi nálunk itt a Gólkoszton nincsenek krokodilok, ugyanis most attól kéne félnünk. Te, oda nézzél. Nézd. Milyen egy hely? Nézd. Mit? Ja, oda belessel. Én nem tudom, hogy tudtad-e vagy nem, de hogy eltévedsz egy olyan helyen, ahol nagyon meleg van. Például itt mi nálunk ugye Ausztráliában, ugyanis a hőmérséklet nagyon sok helyen ugye 40 fok fölé tud menni, még akár télen is, ugye attól függ, hogy melyik részén vagy Ausztráliában, nagyon melegek tudnak ugye lenni. Hogyha meleg van, akkor nagyon sok vizet kell innod. Hogyha hideg van, akkor kevesebb vizet kell innod, de ugye többet kell enni, hogy hú, megtartsa ugye az energiádat. Aztán tegyük fel, hogy megittad az összes vizedet, mert rettentő szomjas voltál, és mit fogsz ugye csinálni? Ugye vizes szükséged van. Lukasz, a filmekben mit látunk, hogy megihatjuk, vagy nem megihatjuk, nagyon sokan mit isznak meg? Pisit. A pisit, megisszák a pisiukat, pisinek helyet megisszák. Ez jó neked, vagy nem jó nem. neked? Pff, nem jó a neked? Kiúan... Hát csak rettentő sok az, hogy olyan mondom, meg a bogár is. Ahogy mondta Lukasz, a pisit nem isszuk meg, ugyanis nagyon olyan sok dologgal van tele, ami ugye nem tesz jót neked, és nem isszuk meg. Mindegy, hogy mit látunk a filmekben, vagy mit mondanak, pisit nem iszunk. Vizet gyűjtünk. Vizet pedig nem másképp lehet gyűjteni, mint ugye a reggeli órákban lecsapódik a pára például a levelekre. Most már nem annyira, például mondjuk nem ezekre a levelekre, de lent ott a földön lehet találni, ugye, és össze lehet gyűjteni. Tehát ez nem olyan nagyon-nagyon sok víz, de lehet ugye gyűjteni, vagy pedig hogyha találsz, például követed az állatoknak, az állatoknak ugye a nyomát, például a kengurukét, és lehet találni friss vizet, persze ugye nem a sivatag részén, tehát hogyha ilyen helyről beszélek, és nagyon sok helyen előfordul, hogy vannak ilyen friss vizek, ami ilyen, ugye végül is ilyen patakok. Bár arra amúgy vigyázni kell, hogy nehogy véletlenül olyan vizet igyál meg, ami nem tiszta, ugyanis, hogy olyan vizet megiszunk, utána rettentően nagyon rosszul fogod érezni magad, de hasfájás lesz, hasmenés, mindenféle fajta dolog. Azt hiszem, hogy menjünk visszafelé, nem?
ugyanis erre felé néz, ilyen erdős rész, semmi sem erre. A visszasizánk arra a híd felé, azt ott fogom, majd elfordulunk. És ezen a részen több út van. Ugye, Lukasz, a múltkor, amikor itt kint voltunk, nem erre jöttünk el, hanem a másik irány, hogy zzzzzzzzzzzzzzzz, meg a szúnyog. Próbálunk még kollát nézni. Nézzük a fának a tetejét. Hogyha véletlen látok, Lukasz, a te feladatod az, hogy nézed a fának a tetejét, és látsz egy kollát, akkor szólsz nekem. Mm. És kollát nagyon nehéz filmezni. Kenguru, az nagyon sok van, de kóla, az is sok van, csak nehéz találni és lefilmezni nektek, ugyanis ha fel is nézek, látjátok? Sok mindent nem látni. Lehet, hogy ott ül egy, vagy ott ül egy, vagy ott ül egy, de nem látjuk. Nem látjuk. Aztán tegyük fel, hogy összegyűjtöttél egy kis vizet, vagy maradt még egy üveggel, és ugye spórolni akarsz, mert ki tudja, hogy mikor fognak ugye rád találni. Vizet nem tudom, hogy tudtad-e, hogy hogyan kell inni. Tehát tegyük fel, maradt egy kis vizet. Várjál, mutatom neked, ugyanis benne van itt nekem a táskámba, elővesszük. Tehát megmaradt az utolsó üveg vizet. Tegyük fel. És ugye spórolni akarsz, ami azt jelenti, hogy nem akarsz sokat belőle inni, tehát ez nem jó. Hogyha csak így szipogatod a vizet, így nem tesz jót neked, ugyanis a legelső kortja nem máshova megy, mint a májadba, aztán ugye a vesédbe, tehát hogy ilyen piciket csak iszol, egyáltalán nem lesz jó neked, ugyanis az agyadig nem fog elérni a víz. Azt mondják, hogy úgy kell inni egy ilyen vizet, hogy jó, így néz. Egy ilyen nagy kortyot kell belőle inni, ugyanis ekkor eljut a vesédhez, a májadhoz, minden szervedhez, és az agyadhoz is a víz, ami ugye a működéséhez kell, tehát tudsz gondolkodni. És vagy mindegy, hogy mennyit iszol, tehát ha egy ilyen üveg vizet megiszok, és csak szülsölgetem, egyáltalán, ugye itt áll vizet, mert ugye belemegy a testedbe, de az agyadig azt mondják, hogy nem megy el, tehát mindig egy egész szája való vizet így áll meg. Visszaértünk ez a híres részhez, de kicsit ide beljebb megyek, itt nagyon-nagyon sok asszonyom. Amúgy vigyázni kell a kígyókkal is. Tehát, hogyha véletlenül egy ilyen helyre eltévedsz, vagy akármilyen helyre, és be akarsz menni ide, vagy akárhova, mindig meg kell nézni, hogy hova lépsz. Ezt szoktam is nagyon sokszor mondani, hogy sose lehet tudni, például mutatom nektek, itt mondjuk a fa alatt. Tehát, hogy gyűjtesz fát, mert ugye tüzet akarsz rakni. Ez volt a következő, amiről akartam beszélni. Eltévedsz, készítsél tüzet, csináljál tüzet, és a füstöt lehet, hogy meg fogja látni egy ilyen repülő, vagy egy arra járó autó a távolba, vagy egy ember, és tudni fogja valószínűleg, hogy egy füst ugye megy egyenesen felfel, hogy valószínűleg valami gond van, mert füstjelzéseket adsz. Lehet, hogy ilyen bután hangzik, de füstjelzéseket adsz végül is, és fel kell rá készülni, hogy lehet, hogy nem fognak megtalálni egy pár napig, vagy lehet, hogy egy hétig is. Nagyon sokszor ilyen előfordul, hogy az embert egy hét után találták meg, képzeld el. És tudod, mit vett az ember? Nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy nem, hogy hallottátok. Hangyákat, ugyanis a hangyát eszel. Ha hangyát eszel, azt mondják, hogy jó neked, hogy milyen hangyát pontosan, nem tudom. Ugyanis én nem vagyok ilyen szakértő, de én ezt láttam, meg olvastam. Tehát, hogyha véletlenül eltévedsz, nincsen víz, és van hangya közelbe, akkor jó sokat megeszel belőle, és akár egy hétig is ki tudod húzni víz nélkül. Bár ugye a legfontosabb dolog a víz, hogyha rettentő meleg van. Mit találtál? Semmit. Amúgy bogyókat is lehet tenni, hogyha tudod ugye, hogy milyen bogyók, de hogyha véletlenül mérgező bogyó, az nem jó. Na minden, mutatom nektek például. Idején itt a fa alatt ugye, tehát idején elkezdenék besétálni, sose lehet tudni, hogy mi van ott a fal alatt. Lehet, hogy egy kígyó van, vagy kettő, vagy akár pók is. Ugye vannak ilyen mérges pókok is, tehát amit mondtam, meg mindig mondanak, hogyha itt sétálsz, látod, mindig nézzed meg, hogy hova lépsz. Ne kezd el rúgdosni a fát, mert lehet, hogy egy kígyó van alatta. Vagy például hangyák, látod? Például itt van sok hangy, ezeket meg lehet enni, bár lehet, hogy a kamerán annyira nem lehet látni. Aztán, hogyha itt beljebb megyünk el, ott a fás növényzete, például elkezdesz gyűjteni fát ugye a tűzhöz éjszakára. Mindig nézed meg ugye, hogy mit veszel fel, belálltam a pókálóba, látod, ezt mondtam, belálltam a pókálóba. Remélem, hogy na jön egy helikopter, látod, most eltévedtünk volna, és ilyen füstjelzéseket adunk, helikopter most meglátna minket, és egyből ugye küldeni a segítséget, valahol ott megy. Látod a helikoptert? Ott. Vagy például integetnénk neki. Vagy még tükröt is lehet használni. Ugye a nap rámegy a tükörre, és visszaverődik a fény. Menjünk tovább, mert itt ez a fás része, ahogy mondtam, rettentő sok szúnyog van. Lukasz még mindig ropit eszik. Éhes vagy? Ugyanis hozott magával ropit, hoztunk magunkkal ugye enni is, ropit enni végül is nem szemvicset, hoztunk vizet egy-két üveggel, és nem hiszem, hogy el fogunk tévedni, bár most egy kicsit ott az út, látod, tehát ezt nagyon ne csinálj, hogy ott az út, és lejössz erre felé, és hogyha elkezdünk befelé sétálni, sose lehet tudni, hogy merre érünk ki, de itt a víz mellett el tudunk sétálni. Mit mondasz? Nem szeretsz itt lenni?
bogár van, mint a bogár. Ja, bogár, tudom. Nagyon sok bogár van. Ugye itt Ausztráliában mindenhol rettentő sok bogár van, szúnyog, főleg ezeken az erdős részeken. De nézd, látod ezt a fa, hogy kiborult? Te! Menjünk tovább. Amíg én nézzük a koalákat. Ezt követjük, ezt a kis folyót vagy patakot. Ebből biztosan nem szabadna inni, mert oda néz, hogy hogy néz ki. Tehát nem hiszem, hogy el fogunk veszni. Remélem, hogy nem fogunk elveszni. Bár, hogyha elveszel, tegyük fel, elveszel, és elveszel a telefonodat, ugye a telefonja mindenkinek van. Ugye van térerről, ugye hívhatsz segítséget, ez a legelső dolog, amit csináljál. Ne várjál segítségre, hát valaki nem vedd el a telefont. Bár Ausztrália nagyon sok része, ugye milyen rettentő nagy Ausztrália, nincsen térerő. Tehát, hogyha van is telefonod, ha csak nem ilyen szatellit telefonod van, ugyanis lehet ilyen szatellit telefonokat kapni itt Ausztráliába, álljál meg, és azon keresztül ugye tudsz telefonálni, bár nem nagyon sok embernek van, főleg nem turistáknak. Ezért mondtam, hogy álljál meg, oda néz, látod? Lehet, hogy tele van pókkal, vagy valami van rajta, de ez csak egy foám. Mondjuk arra is kell nézni a kígyókat, hát ha sose lehet tudni. Na mindegy, megnézzük ezt a vizet. Közben próbálok ilyen kígyót keresni, hát valamit találok nektek. De mondjuk remélem, hogy nem találkozunk ilyen veszélyes kígyókkal. Ugye mondják, hogy nem mondják, hogy Ausztráliában nagyon sok ilyen veszélyes kígyó van, hogy megharap és van 30 másodperccel és kampó. Van sok ilyen veszélyes pók is, tehát nagyon vigyázni kell. A kenguruk azok nem olyan veszélyesek, kivéve ez a nagy piros, ami néha ugyan megboxol, de nem szabad leállni vele boxolni. Tehát ott kell hagyni, el kell sétálni, és nem lesz gond. Lukasz megint elmaradt, mi van? Még mindig eszel? Kisétáltuk magunkat? Yeah. Rendben van. Ugyanis most már körülbelül egy órája sétálunk, össze-vissza mindenfelé, próbáljuk nézni a kengurukat, ugye az van mindenhol. Koalát megint nem találtam. Koalát, ahogy mondtam, nehéz találni. Úgyhogy azt mondom, hogy most elindulunk visszafelé, még körülbelül ilyen 20 perc, nem? Körülbelül ilyen 20 perc gyaloglás. De még mielőtt elfelejtjük, nem más fogunk most csinálni, mint nyereményjáték. Úgyhogy gyere ide, te mondod a kérdést, vagy én elkezdem. Ja, te elkezdtél, én végezem. Jó, én elkezdem, a Lukasz meg végezi. Tehát, hogyha részt szeretnétek venni a nyereményjátékba, ugye semmi más nem kell csinálni, mint fel kell, hogy legyél iratkozva a csatornára. Egy mit nyomni, egy lájkot nyomni, és kommentet. És ide a videó alá írjátok meg. Nincsenek rossz válaszok, nincsenek jó válaszok. Ugyanis mondom a kérdést. Te melyiktől félsz jobban? A kígyótól? Vagy a póktól. Vagy a póktól. Lukasz, melyiktől félsz jobban? A kígyótól. Én is, a kígyótól. Mert a pók nem nagyon tud csinálni sokat. Megharap nagyon fáj, de nem tudsz meghalni attól, tőle. Attól függ, ugye, hogy milyen pók megtudsz tőle, de... De csak normális pók tud megharapni, de nem meghaló egyetlen. Ne, attól függ. Sok póktól meghaló. Vannak ugye olyan halálos pókok is, de a kígyóból itt Ausztráliában több ilyen halálosabb kígyó van, ilyen nagyon veszélyes kígyó. Tehát a kígyóktól mi jobban félünk? Ugye ahogy szoktam mondani, én is a kígyótól rettentően félek. Ugye, és ahogy mondtam, van olyan kígyó, hogy megharap, és van körülbelül olyan, hát egy ilyen pár percet, aztán lehet, hogy annyi. De na minden, ide a videó alá írjátok meg, hogy ti mitől féltek jobban, a kígyóktól, vagy a póktól. Te ahogy mondtam, nincs helyes vagy rossz válasz, mindenki részt vesz a játékban. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint mit láttál. Pókot persze, szúnyog! Szúnyog! De még mielőtt elmegyünk, itt egy kenguru gyárvány. Oda megyünk egy kicsit hozzá. Ne, elmennek, oda nézz! Elmentek! Oda nézzél! Úgyhogy, mára ennyit, remélem, hogy tudtam nektek mondani valami újat, ugye én nem vagyok ebben profi, én csak azt tudtam elmondani, amit én tudok, én hallottam, csak gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. Próbáltunk egy pár kengurut is lefilmezni nektek, ugye kenguruvadászatra jöttünk, koalát nem sikerült, de majd talán legközelebb, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia! Én fölülök. Láttam. Sziasztok!